nélküli mérkőzés állásnál. Veszélyes beiverés, Fatih Röklöz, itt van még a labda Gerovnál. Egy fejes gól! Dimitrov! A késlekedő, habozó magyar védelem között nyugodtan ugorhatott fel a bolgár 7-es 1-0 Bulgária javára az első félidő 22. percében. Novák. Hosszú előreadás Dunai felé. Fazekas kapja a labdát. Jó volt, terünk Juhász Pista, induljunk be! A csel nem sikerült, szöglet Ivkov lábáról került ki a labda. Fazekas. Juhász megtolja, ott a helyzet! Még egy gól, Menzel! Na végre, Iván, ez az, mekkora gólt lőtt kapásból. Dunai előtt volt az igazán nagy helyzet, de valahogy nem tudta elfejelni a labdát, és amikor kipattant a védőkről, Menzel ballal, azzal a ballal, amivel az előbb nagy gólhelyzetből olyan messze mellé lőtt, mekkora gólt lőtt. Na jól van, Iván, még kettő, és akkor aztán igazán minden meg van bocsátva. Hát persze így is. Egy-egy. Nagy László, gyere Lacikám! Jó beadás! Dunai lő! Gól! Gól! Dunai Antal! 2-1! Figyeljék otthon, ezt megismétlik, olyan hirtelen jött rá az elsőre a második. Bravo, Anti! Na hát, most volt 2 perc futball és bang van 2 gól. Kettő egy. Zsekov szakadatlanul beszél a játékvezetőhöz. Nagy Lacit megpróbálták visszarántani, és elment bal oldalon. Remek beadás, és nagyszerű lövés. Hopp! Juhász fölrúgta Zsekov. Ki fog menni Zsekov, ha ezt folytatja? Már a cédulát megmutatta neki a játékvezető. Ez egy jó szokás, ez a cédula. Színes cédula, így beszéd nélkül el lehet intézni. 2-1-re vezetünk tehát, váratlan és nagyon kellemes fordulat volt. Így aztán emlékezünk csak a jóra, a szép 2 gólra. Ivkov. Gerov, a jobb hátvéd. Vitsapti. Noszkó én, Noszkó fölbuktatja Dimitrov. Most már a bulgárok, mintha elvesztették volna a fejüket. Kiállított a játékvezető. Dimitrov kiáll. Utánrugásért Dimitrov tehát leül a kispadra. A gólszerző elvesztette fejét. Páncsics. Nem szeretik itt a hazaadást. 1 perc van még hátra a félidőből. Noszkó tolja meg fejjel a labdát. Dunai Antal. Lökte, Ivkov fölrúgja utána. Őt is kiállítja. Őt is kiállította. Belerúgja a labdát a játékvezetőbe. Elvesztették teljesen a fejüket. Ivkovot kiállította. Hozzávágta a játékvezetőhöz a labdát, tízes is kimegy. Hát nagyon-nagyon kedvezőtlen és szomorú fordulatot vett a mérkőzés. A játékvezető úgy döntött, példát statuál. A példa, az első kiállítás nem volt elegendő. A bulgár csapat a gyorsan bekapott 2 gól hatására elvesztette a fejét. És így 8 főre fogyatkozott. Menzel, Georgiev, újabb magyar bedobás, Püszlajot kéri el, meg is kapja. Jó a csel, Lajoskám egy jó beadást most.
ismét ment elé. Újabb jó csel, ez is jó, egy szép beadás kéne már. Nagyon jó jön be, Juhász! Gól! Gyönyörű volt. 3-1. Mencel, jó van Iván. Jó indítás, nem lehet lesz, nem lehet lesz. Nem lehet lesz. Gól! 4-1. 4-1 arányban vezetünk a második félidő 18. percében.